A Tájház Alapítvány jóvoltából, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával egy zenés vidám délutánra várják ide a kedves érdeklődőket. Erről beszélgetek Tófalvi Mónikával, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. Honnan jött az ötlet egy ilyen rendezvény létrehozására? Már a tájház megnyitása alkalmával célul tűzte ki az alapítvány, hogy élettel szeretné megtölteni ezt a házat és tulajdonképpen az udvarát. Ne csak egy múzeum, egy bemutató hely legyen, hanem valami tartalommal is sikerüljön megtölteni. És az volt a cél, hogy hasonló típusú rendezvényeket itt szervezzünk. Ez az első alkalom, hogy erre lehetőség nyílt. Gyakorlatilag ugye májusban az átadásra elkészült a szín. Tervek szerint az udvarnak egy része is le lesz még kövezve térkővel, hogy azért kicsit komfortosabb legyen a hely, és akkor ilyen jellegű közösségi rendezvényekre van lehetőség. A mai az egy ilyen táncos zenés délután, egy új zenekar mutatkozik be, a Hájtere Buám nevű zenekar, ők ma debütálnak ezen a rendezvényen, és aztán majd a búcsúban, illetve a Káposztafeszten is be fognak mutatkozni. Tudjátok-e már, hogy mi lesz a következő program itt a tájházban? Tervek vannak, konkrét időpontot még nem tudok mondani. Tervek között szerepel az, hogy későbbiekben, ugye főleg a téli hónapokban valamikor egy disznóvágást esetleg itt megvalósítsunk. Ugye a hagyományos vecsés és váb disznóvágást próbáljuk feleleveníteni, hiszen manapság ez már azért elég kevés helyen valósul meg. A tájház megnyitása óta mennyien látogattak el ide? Hát én pontos számot nem tudok mondani, de van érdeklődés, azt mindenképpen el tudom mondani, mert nagyon sokan nálam is jelentkeznek telefonon, illetve alapítvány tagjainál is, hogy szeretnék megnézni, akár csoportok, tehát óvodai, iskolai csoportok, más településekről is érdeklődők, akár más váb településekről, de tényleg bárhonnan az országból érdeklődők, akár az interneten hallanak róla, akár a televízióból érdeklődnek, hiszen ez egy kuriózum azért egyre inkább az ilyen jellegű bemutató helyek. Ha egy csoport vagy akár magánember szeretne ide ellátogatni, akkor kit, hol kell keresni, hogyan lehet ide bejutni? A Német Nemzetiségi Önkormányzat honlapján fent vannak azok a telefonszámok az alapítvány részéről, illetve ha bennünket megkeresnek, akkor mi is nagyon szívesen segítünk, tehát időpont egyeztetéssel gyakorlatilag meg tudjuk oldani a látogatásokat. Még nyitvatartásunk nincsen, nyilván ez is majd idővel ez majd rendeződik, hogy mikor lesz egy ilyen állandó nyitvatartás. Valószínűleg a téli hónapokban kevésbé, de tavasztól őszig nagyon szeretnénk, hogyha sokan jönnének, látogatnák a tájházat. 1992-ben valósult meg az ötlet, hogy zenekart kéne alapítani. Eltelt múlt az idő, és mostanra, 2011-re sikerült összeállítani egy zenekart, mely 7 főből áll. Ez a zenekar részben javar és svábzenét, osztrák zenét játszunk, a másik fele pedig a szórakoztató és tánzene. Most idén nyáron 2011-ben kezdtünk el próbálni, az előkészületek igazán már 4 éve folynak, hangtechnika és egyebek, sikerült egy hölgytaggal is bővülnünk, a nagy örömünkre, és reméljük, hogy minél több fellépésünk lesz a közeljövőben. Az igazi úti cél Magyarország, illetve hogyha lehet, akkor külföldön is elmenni és zenélni. Mi a zenekar neve? Hogyan hallhat rólatok a közönség? A zenekar neve Hájtere Buám, vidám fiúk. Nevet viseli. Hallhat még minket a közönség szeptember 19-én a búcsúban, a Sörsátorban, valamint szeptember 24-én a Káposztafeszten, ahol leszünk hallhatóak. Szeretettel várunk mindenkit.